Gyakorta hangoztatják, hogy a kötelező olvasmány az unalom szinonimája, és ez bőven elég az aranyember bevezetőjével, a Vaskapu és a Duna összefolyásának nagyon hosszú és érzékletes leírásával bemutatni. Egy hegylánc közepén keresztül törve, tetejéről talapjáig, 4 mérföldnyi messzeségben, 2 oldalt 600 lábtól 3000-ig emelkedő magas, egyenes sziklafalak. Közepett az óvilág óriás folyama, az Iszter, a Duna. Pedig a szép irodalom olvasás és az irodalom oktatás nem feltétlenül az unalomról kéne, hogy szóljon, hiszen nem valami elvont tudás átadásáról van szó, hanem ezen keresztül tapasztalhatjuk meg a legjobban, hogyan működik az ember, és közben nyelvi, történelmi és esztétikai ismeretekre is szert teszünk. Ez itt az Okos az új szexi legújabb adása, amely egy olvasónapló megírásához ugyan kevés, de ennél rövidebb ismertetőt 8 évfolyam kötelező olvasmányairól sehol nem találtok. I'm gonna do an internet! Well, I'm gonna do a book! Emlékezzünk meg Vikiről, aki épp Berlinben 2017 leginnovatívabb fejlesztései között tengeti mindennapjait, míg mi itt maradunk a Gutenberg galaxisban. Sziasztok, én pedig itt vagyok az IFA-n, ezen a csodálatos summer pool party-n, ahol esik az eső, úgyhogy nincs időm kötelezőket olvasni, viszont itt tegyétek meg, vagy nézzétek meg ezt a videót. Nemecsek Ernő a magyar irodalom második legnagyobb lúzere, közvetlenül Nyilas Misi után, aki feláldozza magát a Grundért és társaiért, akik ezért cserébe csupa nagybetűvel beírják a nevét egy füzetbe. Sajnos nem ér semmit az egész, hiszen hamarosan megérkeznek a munkagépek és rehabilitálják a 8. kerületet. Győztünk. És ezt is neked köszönhetjük. Ugyan Bornemissza Gergely és Cecei Éva a mű 2 főszereplője, valamint szerelmük, illetve az egrivár megmentése áll a mű középpontjában, de a sót Jumur Jack lopja el előlük, aki egy igazi comic relief karakter. Voltaképp ez az a regény, amiben a magyarok szarfejek, a törökök pedig igazán jó arcok, nem véletlen, hogy 2017 magyar nézője rajong Szulajmánért. Kivétel nélkül olyan helyzetbe hoztatok engem, hogy nekem kell magam szégyelnem. Ludas Matyi a szegény ember Robin Hoodja, aki Ángélus megfelelőjéhez hasonlatosan a zsarnokság ellen küzd. Viszont elgondolkodtató, hogy mennyire maradt szerethető hős Ludas Matyi, ha egy egyszeri atrocitás miatt 3-szor veri a Szkendel Ludas Matyi vissza! Ennek a könyvnek sokkal rosszabb a híre, mint amilyen rossz regény, viszont egyáltalán nem biztos, hogy a mai 8-osoknak való. Felfogható viszont a magyar Karib-tenger kalózainak is, persze kevesebb misztikummal, poénnal, koszos körömmel és szuvas fogakkal, meg kevesebb izgalommal, de itt is megtalálható a Fekete Gyöngy, csak Szent Borbálának hívják, meg van Jack Sparrow, aki meg Tímár Mihály, és egyébként vannak aranyai ugyanúgy. Mikszáth Kálmán pont olyan anekdotázgató stílusú író, mint amilyen stand-upos Bödőcs Tibor. Tulajdonképpen egy sztorit mesél el, csak rengeteg mellékszállal. Nem azt kell megjegyezni, hogy Glogova a regény helyszíne régen elég fejletlen volt, ahogy sok olvasónapló le is írja, hanem azt, hogy egy gazdag és különcködő úr a törvényes örökösök kiátszásával a vagyonát szeretett nevelt fiára akarja hagyni, viszont az esernyő nyelébe rejtett kincs eltűnik. Ám ez mellékes, mert a regény tanúsága szerint az életben a szerelem és a boldogság a legnagyobb kincs. A cím eleve egy nagy spoiler, hiszen ugyanez a könyv fő üzenete is egyben, de ezen kívül van még egy fontos visszatérő elem. És én nem akarok többé debreceni diák lenni. Emberség, jóindulat, segítőkészség, székely humor, ezek a fő tartópillérei ennek a coming of age regénynek, na meg a ráismerés, hogy az olvasó valószínűleg egy hétig sem bírná a havasokban, egyedül egy kaibában, abban a rettentő hidegben. Ha ez a könyv nem létezne, a posztapokaliptikus tini regények is máshogyan néznének ki, mint manapság. Ez a rengeteg könyv, amit itt látok mellettem, tulajdonképpen ugyanabból táplálkozik, az elvaduló gyerekek egymás ellen harcolnak. Mert magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más mondja, azt nem tűröm el. Ez a Cyrano idézet bármely társalgásban elsüthető, és pont epés egy olyan fickótól, aki vívás közben balladát improvizál, majd az előadása végén ledöfi ellenfelét. Némiképp túlzásnak érzem Odysseusz állandó jelzőjét. Leleményes. Még a mások is hamarabb értek a falhoz, mint amennyi ideig Odysseusz a földközi tengeren bolyongott. 10 évig tartott a trójai háború, és még 10 évig, amíg hazajutott. Szeretteink testét el kell temetni, a körülmények bármennyire is alkalmatlanok erre. Ja, hogy ismerős valahonnan ez a sztori? Igen, a Saul fia ugyanerről szól. Szeretni híven, nincs szebb
égnie tűzbe. Most komolyan ezt tényleg el kell mesélnem? Ki nem ismeri ezt a történetet? A szigeti veszedelem barokk eposz. 15 énekből áll, melyek összesen 1566 négysoros és egy ötsoros versszakot tartalmaznak. Zrínyi minden versszakot megszámozott, kivéve az utolsó két ötsorosat, mivel így a számozott versszakok száma megegyezik a szigetvári ostrom évszámával, vagyis 1566-tal. Na de miről szól a sztori? Zrínyi Miklós megvédi a keresztény Európát a pogány töröktől, és... Anyegin egy orosz aranyifjú, aki jó dolgában nem tudja eldönteni, hogy tudós, művész vagy youtuber legyen, ezért inkább romkocsmákban merengő, moszkvai bölcsész cimborákkal mulatja az időt. Aztán összejön egy lánya, de igazából mégsem. És vége. Nem túl izgi történet, ugye? Pedig a 19. században nem volt ennél izgalmasabb verses regény, ami jobban leírná az orosz mindennapok gyötredelmeit. Ádám és Éva, Antonius és Kleopátra, Rómeó és Júlia, Thelma és Louis, Lois és Clark, Rick és Morty, nevek egymás mellett címekben, amik általában valamilyen ambivalenciát akarnak kifejezni. Nincs ez másképp a Csongor és Tünde esetében sem. Csongor, egy mezei halandó, Tünde, most figyelj, egy tündér. Felületes olvasók hajlamosak mesének elkönyvelni, pedig van egy mélyebb filozófikus rétege is, ami legalább annyira komoly, mint a félelem és reszketés Las Vegasban, csak drogok nélkül. Körültekintően válasz kabátot, mert elkapnak az utcán, megvernek, megfázol és meghalsz. Körültekintően prüszkölj le egy vezető hivatalnokot, mert megalázod magad és meghalsz. Körültekintően éld az életed, mert a hiú és felületes dolgok mit sem érnek. Bár, ha együttérzésre hajlamos vagy, akkor is meghalsz. Bármennyire is determinál sok mindent a cím, minden tragikus jellege ellenére a haladásért és a humanitásért való küzdelmet hirdeti. 1919. július 31-én Kun Béla elrepül Magyarországról az arisztokratáktól elkobzott kincseivel. De valójában ez tök mellékes, egy szolgálólány bekattan és megöli a gazdáit. Kellemetlen, de vicces gimnáziumi emlékek Dánia fővárosáról, csonkagúlákról, héronlabdákról, Petőfiről és lírájáról, Kökölcsin tanárúról és Második Józsefről, amin röhög az egész osztály. Ez volt az Okos az új szexi legújabb adása, amely nem ment föl titeket attól, hogy elolvassátok ezeket a könyveket, vagy letöltsétek a rövidített verzióit a netről, viszont egy kis szeletet próbál mutatni arról, hogy igazából minden történetet érdemes egy kicsit tovább gondolni, hiszen akár még a Halálos Iramban franchise is tartalmazhat olyan gondolati elemeket, amik ezekben a kötelező olvasmányokban ott vannak. Nagyon nehezen, de mégis lehet. Iratkozzatok föl és nézzétek meg a korábbi videóinkat is. Szevasztok!